Pénteken kezdődött és holnapig tart az a nagyszabású rendezvény, amelyet Kolozsvár különböző templomaiban tartottak, többek között templomaiban tartottak, illetve tartanak Potya István karnaggyal beszélgetek. Köszöntöm, szervusz! Szeretettel üdvözöllek, kedves nézőket! Hát a megnyitó, megnyitóról is beszélhetnénk, ugye, ahol a kórusotok lépett fel, de azt hiszem, hogy hamarabb mondjuk el a nézőknek az, hogy tehát, tegyük tisztában, mi is az egyház zene, vagy az egy, egyház fórum. Uh, egyszer kezdem a fórummal. A Magyar Egyházenei Fórum uh, kimondottan nem fesztivál nevet viseli, és ez azért van, mert egy kicsit összetettebb uh, funkcionalitást szeretnénk neki biztosítani. Ötletben és koncepcióban jóformán az utolsó hát 30-35 évnek a egyházenei termését szeretnénk, tehát azokat a műveket, amiket ebben az időszakban komponálta a kortárszene, amely mindegyik azt szolgálja igazából, hogy a különböző liturgikus cselekményeknek a muzsikáját kórus muzsikával egészítse ki. De ezek mind funkcionálisan részei a különböző liturgiáknak, legyen ez katolikus, vagy református, vagy unitáris, vagy evangélikus. És pontosan ezt a nagyon változatos spektrumot akartuk lefedni, hogy olyan műveket tárjunk nem csak a közönség elé, mert itt nem közönségről beszélünk elsőképpen, hanem a hívek elé, azok a közösségek elé, akik ezt a liturgiákon hallgatják, illetve nem csak eléjük, hanem a különböző énekarok megismerhessék a zeneszerzőket is, akik itt vannak, jó része közülük, illetve az egyházi előgyárók is. Tehát, hogy egy közreműködés legyen, és egy, egy dialógus a különböző szintek között azért, hogy mindezenek a művek jobban megismertessenek, és bekerülhessenek a vérkeringésbe. És egyházzenéről lényegében nagyon sokat és sok vélemény van, vagy... vagy hát már is megtudtuk, meg hogy nem bokni. fesztiválja van, hanem igen, ugye fórumja van. Igen. És ami meglepő, ugye, hogyha egyházzenéről beszélünk, azt mondom, hogy egyházzene, nagyon sokan nem gondolnák, hogy ez kortárs. Valóban kevésbé ismerik a kortárs, mert a kortárs nem csak zenében, a művészetben. Van egy bizonyos uh, ért, érthetőség, vagy legalábbis nyelvezeti uh, Interferencia olyan szinten, hogy talán nem mindent tekintünk annyira értetőnek, vagy magunkénak. Um, Egyházzel amikor akár előadunk, akár hallgatunk, ez fontos számomra legalábbis, hogyha liturgikus keretben van, akkor annak az a funkcionalitása, és akkor válik értelmessé, hogyha az beilleszkedik abba a keretbe, tehát abba a liturgiába, abba a szertartásba, amelynek íródott. A célja egyébként az egyházenének az, hogy beépüljön a liturgiába? Vagy megvan, tehát megáll magában A liturgia is része, mind. tehát az egyházene pont olyan része, mint a mondott szöveg. Uh -huh. Tehát pont olyan fontos, mint a mondott szöveg, hogy ezt a, ezeket a tételeket most éppen egy kis gyermekkal a szkóla, hogy most éppen vonulnak el itt mellettünk, vagy éppen egy vegyes kar és szimfonikus kísérettel, de marad az, ami rendeltetése, hogy az egész a liturgiát bannak szerves része legyen. És ezért teszünk különbséget a hangversenyek között, illetve a liturgikus eseményen tett szolgálat között. Az egyikben a hangverseny is nyilván, és minden más muzsika is emeli a lelket, és az egyházanak kimondottan a Jóistenhez emeli a lelkünket, az egyházzenés szolgálat révén viszont az egész egy egységi, egységet alkot azzal a liturgikus kerettel, amelyben megszólal. Hol dől el, hogy egy, egy adott mű lehet-e egyházzenei alkotás, vagy nem, illetve hogy illeszkedik-e, tehát hogy megfelelő hangulatú, megfelelő mondjuk a szövege, megfelel annak, hogy a liturgiának a része legyen? Nyilván egyrészt vannak előírások, ilyen szempontból, tehát van egy van nagyon tiszta előírás, ugye hát bármilyen egyházról beszélünk azért a például nagybőt, vagy a, az évközidőben, vagy akár karácsonyi időszaknak megvan annak a jellegzetes szövegei és, és művei, tehát hogyha ezeknek a fel, szövegeknek a feldolgozása, ha bekerül, akkor nyilván ez is egy mérvadó dolog. De nyilván ugyanakkor a zeneszerzői szubjektivizmus is előjön, tehát hogy ez is ott van, és ad egy bizonyos szabadságot, hogy ezt a szöveget, vagy ezt a hangulatot miként festi meg zeneileg. Koncertformában szabadabb ez a keret, nyilván. Tehát, hogy koncertformában sokkal szabadabban lehet ez, ebben a, a fogalomban és ezekben a művekben felhasználni, és ugyanúgy előadni. Egyébként ezek, tehát hogy ugye a liturgia részévé válnak, akár egy Kórus adja előket bekerülnek egy adott pillanatban az énekes könyvbe is, tehát hogy akár mondjuk a régebbiek nyilvánvalóan azokra gondolok. Például a tavaly Magyarországon megszervezett nemzetközi, tehát a, bocsánat, a nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak bizonyos énekeit mi azóta is énekeljük. Mert hogy, mert hogy egyrészt értékes és szép alkotások, jó művek, és ezeket azóta is énekeljük. Tehát van egy ilyen része, illetve egy példát hozok fel most, ami tényleg kézzelfogható, hogy a, a Szent Mihály himnusz, amely egy, egy egyszerű damlalomnak a kóra, korális megzenésítése és úgymond a Szent Cecilia kórusnak bizonyos szinten a himnusza is, amit annak idegen az álmáról énekeltünk, ugyanazt a művet, a fődallamát egy szólomú énekként is a hívekkel együtt is el lehet énekelni. Tehát, hogy ambivalens, tehát hogy itt is így is megél és úgy is megél, Nyilván az egyik egy kórusmű zenekari kísérettel akár, de annak a földalama ugyanúgy énekelhető a, a hívekkel együtt mindenkivel közös énekként. Számít a nyelv annak, hogy milyen nyelven volt íródva, hogy hogyha az eukarisztikust nézzük, hát ott a világnépei ott voltak, Ö, nem mindegy, hogy milyen nyelven íródik egy egyház zenei mű, mert hogy ami működik magyarul, lehet, hogy nem működik mondjuk más nyelven. Minden népnek megvannak az egyház, az egyház zenei zenéi? Nyilván, tehát minden, minden népnek megvannak a jellegzetes lejtése, ritmusa, tehát amit megad a, természetesen a szövegnek a lejtése. Uh -huh. Van olyan, ami fordítódott és, és, több nyelven is megszólal, de, de a jellegzetessége, hát egy, egy, egy magyar uh, úgymond népdal, uh, dalomat feldolgozó kórus mű nyilván nem olyan ritmussal lesz, mint egy, mint egy mondjuk egy németes, nagyon kimért és, uh, tempós mű. Hát megvan ez a jellegzetesség. Lehet, hogy kevesebben figyelnek fel, mert csak a fórum miatt is, mert nem fesztivál a neve ugyan, hanem ennek, hanem fórum. Lehet, hogy is kevesebben figyelnek fel rá. Uh, Szoktak még tartani ilyen fórumokat? Voltak Erdélyben, volt több ilyen fórum, akár Kolozsváron, otthont adtunk már ilyen fórumoknak? Tehát egyházzenei példakorús találkozók vannak, vagy... Az is annak minősül? Nem, nem, ez egy más, tehát a mai, tehát a mostani rendezvény az egy egyedi bizonyos szempontból, Egyházánéi kórus találkozók azok vannak, vagy kó, tehát uh, valásos kórus találkozók vannak szervezve, vannak konferenciák szervezve az egyházani témákban, uh, uh, akár itthon, akár Magyarországon. Ez egy kicsit mindenből egy része. Tehát, hogy úgy a meghívott énekarok is vannak. Mert ugye itt Kolozsvár most ezen, ezen, a fórumon nem csak koncertek vannak. Tehát én ez, is volt a legfontosabb egyik, tehát a rendeltetésileg, azok az énekarok, akiket meghívtunk, tűn, külön fontos templomok, Pécsi Székes Egyháznak a palesztina például, vagy más énekarok, nem csak koncert formában vesznek részt, hanem kimondottan liturgikus szolgálattal is. Vasárnap este például a Szent Mihály templomban a pécsiek énekeltek. Ma este 6 órától a Ferences templomban a Refektormium uh, teljesít egyházeni szolgálatot. Tehát semmiképpen nem koncertezik, hanem a Szent Misének a részeként az egyházani tételeket ők énekelik most egy különbségeket fogok tenni, ezután Igen. én is ezek között, tehát ugye nyilvánvalóan a templomban nem Igen. koncertek vannak. Igen. Azt mondják, hogy közkincsét teszik a rendszerváltás óta született zenei műveket, ami ugye 30-valahány év. Ezek így nem voltak közkincs? Ami közkincset értünk, az van, az, az abban meg valósul meg, a... hogy, hogy megszületett egy antológia, amelyben a zeneszerzők, akik saját műveiket felajánlották erre a célra, a karnagyok rendelkezésre bocsátják ezt az antológiát, ahol nagyon-nagyon sok kórus mű van, különböző nehézségi ifokkal, pontosan azért, hogy minél nagyobb spektrumát lefedjük annak, hogy milyen új darabokat lehet előadni és énekelni, és megtanulni. Ezeket az antológiákat a karnagyok kapják, meg nyilván utána a kórusnak meg lehet rendelni a megfelelő anyagot, de lényeg az, hogy ezeket a kórusműveket a szerzők, a jogvédés, ről lemondva, a közkincsé bocsátották. Értem, értem. tehát, hogy a, a szerzői jog igazából arról mondanak, mondanak le, egyébként ezek a képek is egy ilyen eseményen készültek. Ha, ha jól olvastam, utánéztem azért néhány dolognak, bár ezek nem jöttek le, hogy ugye itt nem fesztivál van, hanem fórum, illetve hogy nem koncert van. Hogy azt mondják, hogy a magyar egyház zene egy egészen gazdag, gazdag kincsünk, gazdag terület, nagyjából ahhoz hasonlítanák, mint a magyar népmesék például a magyar kórusművek állítólag ebben Európában hát így maga magasan, magasan előjárunk. Úgy gondolom, hogy tényleg nagy, érték, nagy, nagy, értéknek vagyunk a birtokosai. Um, és hát itt több elő... magyar elő... mű születik, mondjuk mind lengyel, vagy osztrák, vagy Nem német. tudnék erre, erre, válaszolni, igaz, nem ismerem annyira, hogy azt mondjam de azt tudom, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon jó alap, és van egy nagyon jó közkincs, amire lehet alapozni. Tehát, hogy akár, hogyha régi dallamokat feldolgozásként hallunk új művekben, vagy akár a magyar fordítások, Gregoriánok, Gregorián tételek, amik bekerültek a liturgiában, ezek mind-mind nagyon jó értékek, amik, amikre amiből kiépülhetnek a, a különböző egyházzené művek és alkotások. Vannak hagyományos hangszerei az egyházzenének, amelyek megszólaltatják, mondjuk, hogyha nem kórus művet veszünk Hát eséken. a minden, minden liturgiának a, a, hagyományos hangszere az orgona, és uh, természetesen ez, ez ő kapja a főszerepet. Itt, amint vonultak Akszor, az előbb ezekben a kép, képsorokban, lehetett látni talán egyféle ilyen uh, de nem akarok uh, mondani. Itt most nem volt, uh, volt harangjáték és mindenféle, de a, tehát a szertartásoknak, a liturgiáknak a, a hagyományos hangszere a, az orgona, és uh, ugyebár az kíséri a, a népéneket, a, a, közösségi éneket. Hogy cseng az új, a felújított templomban az orgona? Nagyon, Milyen nagyon hálás újra? vagyok, hogy elkészült, tehát hogy a restaurálás befejeződhetett, és um, Ezáltal az is elkezdődött, hogy ugye orgona is szervezünk most már, hétfőnként felváltva a Luteránus templommal, ez pont azért, hogy a Klauson Muzik nyári koncertsorozat keretében, hogy ott is elkezdődött egy nagyon-nagyon értékes jó hangszer a Walker és akkor legyen lehetőség mind a kettőt hétfőnként ízlelgetni, hallgatni és, és -nak örvendezni. Szerencsére ebben az órában már nincs akkor a forgalom Kolozsvár, vagy legalábbis remélem, hogy ne lehessen eljutni még, úgyhogy akkor hagyom is, hogy egy invitációval szóljon a nézőink számára, ugyanis ma este hatkor is, és holnap is még lesz hát a forumnak. Ma délután öttől a Pécsi Kórus énekel a Piarista templomban, ott lesz egy rövidebb egyházzeni Még arra is elbehetünk. Így van, 6 órától a Refektorium Kórus egyházzeni szolgálattal van a, a Ferences templomban, 7 órától pedig a, az, az Unicante és az Art Nova énekegyüttesek tartanak hangversenyt a luteránus templomban. Ez hát nem liturgikus keretben, hanem az, az, már kimondottan hangverseny. És holnap 5 órától a Farkas utcában lesz a záró koncert, amelyben az itt lévő kórusok, akik nem kellett visszamenjenek, tehát akik eljöttek koncertezni, és itt vannak még azoknak a közös hangversenyre 5 órától a Farkas utcában. Hogyha Istvánnak a Szent Miel Templom karnagyának, a Románia Magyar Zenetársaság alelnökének, illetve egyetemi oktatónak köszönöm szépen, hogy befáradt, befáradtál, és hogy együtt kiderítettük, hogy mi is zajlik Kolozsváron, vagy mi is az a Magyar Egyházának. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.